Szevasztok srácok, hallott már valaki közületek az ML Sunlab erősítő szimulátor pluginjairól? Ha nem, akkor tarts vele, mert ez a plugin kurva jó. Az ML Sunlab nem olyan rég elkezdett erősítő szimulátor pluginokat gyártani, és szerintem elég jól szólna, ráadásul a legjobb benne az, hogy ki tudjátok próbálni, ugyanis van trial verzió. Ja, akkor nézzük is meg magát a plugint. Bocsi, hogyha néha elmegy a hang, de sajnos a trial verziónak ez a hibája, és ez a hátránya, hogy így nem ilyen 10-15 másodpercenként elveszi a gitárnak a hangját, ugye szóri érte. Maga az erősítő az úgy épül fel, mint egy normális erősítő, be tudjuk állítani a közép, magas, illetve a mély tartományokat, van ott a gain szabályozó gomb, illetve az erősítő két csatornával rendelkezik, van egy duper, illetve egy super mód. A super mód az egy ilyen alacsonyabb gain-nel rendelkező módja az erősítőnek, a duper pedig egy high gain verzió. Vannak előre beállított presetek, amiket majd meg fogunk nézni, van egy pedalboardunk, amiben találunk egy zajzárt, egy overdrive-ot, egy delay-t, illetve egy reverb-et. És magán az erősítőn van még két gombunk, az FX-el ki és illetve be tudjuk kapcsolni magát a pedalboardot, a cab-bel pedig ki és be tudjuk kapcsolni a láda szimulációnkat. Úgyhogy nézzük is meg a gyári fizeteket hogyan szólnak. Kezdjük a super móddal, abban is a super rhythm-mel. Super boost. Super crunch. Hát sorry ezért a szar játéke, de improvizációban nem vagyok jó. Super low gain. Super lead. És most térjünk át a duper módra. Első presetünk a duper metal. Duper full gain, itt ki van csontig tekerve a gain. Duper
De még mielőtt tovább mennénk, meg szeretnélek kérni arra, hogyha tetszik a videó, kérlek támogass egy lájkkal, illetve egy feliratkozással, mert nekem ez sokat jelent, és neked csak egy kattintás, és ráadásul ingyenes. Köszi. Duper Gent. Duper lead. Duper ambience. És ennyi a gyári preset. Ami nagyon jó a pluginben az, hogy a plugin úgy viselkedik kb. Mint az igazi erősítő, tehát minél erősebben pengeted, annál több a gain. Tehát... maga a zajzárt, azt most letesztelhetjük, hogy mennyire hatékony, fúra kitekerve. Overdrive-unk. Nos, így szól a Super Duper plugin, a plugin 40 euróba kerül, az átszámítva kb. 15 000 forint. A videó leírásában beraktam a pluginnek az elérhetőségét. Úgyhogy ebben a videóban ennyit szeretem volna elmondani, hogyha tetszett a videó, pörgess egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!